Mesto Moldava nad Bodvou prevádzkuje na svojom území 14 detských ihrísk, ktoré sú prístupné verejnosti, a ďalšie 4 v areáloch materských škôl. Bezpečnosť ich vybavenia je na prvom mieste. Všetky detské ihriská a prvky sú certifikované. Tento certifikát vlastne potvrdzuje to, že to detské ihrisko zodpovedá všetkým technickým normám, ktoré sa na to vzťahujú. A to znamená, že nemá nejaké ostré hrany, že povrchy sú hladké, bezpečné, že netrčia z toho nejaké ostré klince, skrutky a sú tam aj ďalšie požiadavky samozrejme. Od začiatku roka 2020 začali pre detské ihriská platiť prísnejšie bezpečnostné podmienky. Nový zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska priniesol množstvo zmien a pre prevádzkovateľov ihrisk nové povinnosti. Jedna zmena bola alebo týkala sa tzv. Inšpekčného certifikátu. Ďalšia zmena bola vlastne požiadavka na jednotné označovanie detských ihrísk a vlastne požiadavka na to, čo malo obsahovať toto označenie. A mala tam byť kontaktná osoba zo strany prevádzkovateľa a zverejnené kontakty a boli tam presne stanovené požiadavky na pravidelnú kontrolu, respektíve na akúsi odbornú prípravu tých ľudí, ktorí kontrolujú bezpečnosť na týchto detských ihriskách. Tieto nariadenia a povinnosti však už zákon nenariaduje. S účinnosťou od 5. februára tohto roka, teda 2021, bol tento zákon v plnom znení zrušený. Zrušenie zákona znamená, že sme sa vrátili pred január 2020. Prevádzkovateľ, teda mesto Moldava nad Bodvou, je naďalej zodpovedné za bezpečnosť na detských ihriskách. Ako to zabezpečí, je už od februára v jeho kompetencii. Každopádne môžeme povedať, že kontrolu detských ihrisk sme vykonávali aj predtým a budeme vykonávať aj teraz. Vždy na začiatku sezóny, a teda pred tou letnou sezónou, zamestnanci správy zelene, pretože pod nich patrí údržba tých detských ihrisk, prekontrolujú všetky detské ihriska, podoťahujú spoje a pokiaľ je nejaká porucha, tak ju opravia tak, aby na tú sezónu to detské ihrisko bolo bezpečné. Do hry vstúpila aj situácia súvisiaca s pandémiou, ktorá môže obmedziť fungovanie detských ihrisk počas sezóny. Každopádne, aj keby nebolo vyslovene zakázané používať detské ihriska, väčšina našich detských ihrisk nie je oplotená, čiže človek sa k ním fyzicky dostane. A treba zvážiť stále to riziko nákazy, pretože jednak ak sa na tom detskom ihrisku stretnú deti z viacerých domácností, povedzme aj bez rúška, tak to riziko nákazy tam je, poprípade aj z tých ploch. Nie je reálne dezinfikovať detské ihriska po každom jednom návštevníkovi. V prípade poruch alebo problémov na detskom ihrisku môžete kontaktovať mestský úrad. A húsvéti ételáldás a nagybőjt utáni első, nem böjtös ételek megáldását jelenti. A hívek általában tojást, csonkát, kalácsot, tormát és sót raknak a kosarakba, melyeket szőt vagy hímzett terítőkkel takarnak le. A kosarakat a templomban a padok mellé vagy az oltár elé helyezik. A koronavírus járvány miatt sajnos idén nem volt hagyományos a húsvéti eledelek megszentelése. Bodolóban és Makrancon nagyszombat délutánján, Szepsiben pedig húsvét vasárnap reggel került rá sor. Makrancon újszerű formában a helyi önkormányzat jóvoltából és Kovács Andrea segédletével a hangos bemondón keresztül történt a közös ima és az áldáskérés. Gábor Bertalan szepsi esperes plébános és Krisztián Karch szepsi káplán Szmolnyicki Mária olasz rendszámú kocsiával járta körbe a falut és szentelt vízzel hintette meg a házak kapuiban tartózkodókat és az elkészített hagyományos húsvéti ételeket. Az áldásosztás ezen nem mindennapi formája több ízben könnyekig meghatotta a jelenlévőket. Az ételszentelést élő adásban is közvetítették, ami a Szepsi Római Katolikus Esperesség honlapján visszanézhető.
Prekonať ochorenie COVID-19 je pre pacienta prvým úspechom, no vyliečením to nie vždy končí. Veľa ľudí pociťuje dlhotrvajúce symptómy a ťažkosti aj po vyliečení. Kodifikovali sa do ochorenia s názvom post-covidový syndrom, o ktorom sme diskutovali s pneumológom doktorom Pavlom Jopom. Post-covidový syndrom je pretrvávanie alebo znovu objavenie sa ťažkostí v súvislosti s prekonaným ochorením COVID-19 po uplynutí viac ako 12 týždňov od prekonania ochorenia, to znamená 3 mesiacov od prekonania ochorenia. Ťažkosti, ktoré sa môžu objaviť, môžu byť zo strany dýchacieho systému pľúcne, ale aj mimo pľúcne, postihujúce v podstate ktorýkoľvek iný orgán v tele. Pretrvávajúce znamená, že pokračujú príliš dlhú dobu, oveľa dlhšiu, než by sme očakávali na rekonvalescenciu z ochorenia, alebo sa objavia úplne nové, ktoré predtým neboli. Zo strany dýchacieho systému je to hlavne intolerancia námahy, zadýchávanie sa. Spravidla pri takej námahe, ktorá predtým, pred ochorením tolerovaná bola. Ďalej môže pretrvávať kašel, či už neproduktívny, dráždivý, alebo v iných prípadoch produktívny. Ďalej tlakové alebo pálivé bolesti na hrudníku. Tie mimopľúcne príznaky sú pomerne pestré, v podstate z celého tela. Je to skupina príznakov neurologických a psychiatrických, ako sú napríklad poruchy sústredenia sa, pamäte, poruchy spánku, v zmysle nespavosť, nejaké depresívne ladenie alebo poruchy nálady. A potom zo strany srdcovo-cievného systému a obehového systému hlavne poruchy vyplývajúce z nadmerného sklonu k tvorbe krvných zrazenín, pľúcne embolie, tepnové trombózy, takisto rôzne kožné vyrážky, pretrvávanie straty čuchu a chuti, príznaky zo strany tráviaceho traktu, poruchy trávenia a mnohé ďalšie, ktoré snáď možno ešte ani neboli všetky opísané, ale ešte len teraz sa s nimi v podstate budeme stretávať. To obdobie v podstate covidu rozdeľujeme časovo na to akútne štádium, kedy zároveň chorý by mal byť v izolácii, kedy je ešte nákazlivý. To je do toho 21. dňa. Potom to postakútne štádium, kedy ešte časť ťažkosti môže pretrvávať, ale ide o obdobie zotavovania sa, čiže to je od toho 3. týždňa do 12., do toho ukončenia 3. mesiaca. Vtedy mať ťažkosti je v podstate očakávateľné. To ochorenie ešte dobieha a väčšinou, alebo chceli by sme, mali by sme radosť, keby tie ťažkosti mali pozvoľna odchádzajúci trend v rámci toho zotavovania. To zotavovanie naozaj môže byť také dlhé, až do tých 12 týždňov. A práve preto tá doba 12 týždňov, ak aj po nej ťažkosti pretrvávajú, sa už označuje ako post-covid syndrom a vyžaduje svoje osobitné riešenie. To znamená, v akútnej fáze je nejaká odporúčaná liečba podľa toho, či je možná ambulantne, alebo stav je tak závažný, že si vyžadoval hospitalizáciu. U hospitalizovaných pacientov sú k dispozícii jednak priamo proti vírusu pôsobiace antivirotika, jednak z pravidla je prítomná zároveň bakteriálna superinfekcia, čiže dostávajú aj antibiotika a potom lieky stimulujúce predovšetkým protivírusovú imunitu. A takisto podporná liečba vitamínmi, hlavne C, D, minerálmi, zinok, selen. A na antibiotika a antivírusovú liečbu tie je možné vlastne najneskôr po tých 3 týždňoch vo väčšine prípadov ukončiť a na tú zotavovaciu fázu potom je ponechaná liečba tými stimulanciami imunity, vitamínmi, samozrejme liečba proti tvorbe krvných zrazenín, ktoré sa s zápalom a infekciou COVID-19 spájajú, čiže tá ešte pokračuje. A u časti pacientov, v prípade, ak pľúcny zápal prechádza do tzv. Organizácie, že on už sa mení v tom, že
aj keď vírus tam už nie je prítomný, tak samo telo v zápale v podstate ako keby pokračuje nepriaznivým spôsobom tak, že prebudováva, remodeluje štruktúru plúc na nefunkčnú, na takú, akú ju nechceme. Tak u tejto menšej časti pacientov sú potom potrebné lieky zo skupiny systémových kortikosteroidov. To sú lieky tlmiace už tú neželanú zápalovú a väzivovatejúcu odpoveď tela v čase, kedy už vírus nie je v tele prítomný. A to je v tom postinfekčnom. No a v tom postcovidovom, po viac ako 12 týždňoch, tam to už je úplne individuálne. Tam už všetka táto iniciálna liečba je skončená. A liečia alebo riešia sa tie príznaky, ktoré sú aktuálne, ktoré sa znovu objavili alebo pretrvávajú. Čiže tam už nejaký uniformný postup nie je. My sme pľúcni lekári, takže pre nás dominantnými prejavmi sú tie prejavy zo strany dýchacieho systému a tam sa adaptovala alebo bežne používa taká schéma a ABCD, kde vlastne jedno to políčko v tej klasifikácii, to Ačko, sú pacienti, ktorí po covide nemajú ťažkosti zo strany dýchacieho systému a nemajú ani objektívne nálezy na zobrazovacích metódach a na funkčných metódach, na spirometrii, tí dopadli teda najlepšie. Druhá skupina, to Bčko, sú pacienti, ktorí majú nejaké ťažkosti pretrvávajúce, ale nálezy pri objektívnych vyšetreniach sú v poriadku, sú vyhovujúce. Takéto ťažkosti je potom možné riešiť len úľavovou symptomatickou liečbou a majú očakávanú dobrú prognózu. Treťou skupinou pacientov, také ako keby Cčko, sú pacienti, ktorí sa nesťažujú, nemajú ťažkosti, pretože ich sedavý spôsob života, na aký boli zvyknutí, ich nevystavuje takej námahe, že by sa tie ťažkosti ako dýchavica prejavili, ale majú merateľné abnormality, či už na zobrazovacích vyšetreniach, alebo na funkčných vyšetreniach merania plúcnych objemov a kapacít. To znamená, keby tej námahe boli vystavení, keby ju podstúpili, tak by ťažkosti mali a vnímali by ich. No a štvrté, je to Dčko, to sú tí, ktorí v podstate ako obstali najhoršie, majú aj pretrvávajúce ťažkosti subjektívne vnímané a aj naozaj objektívne merateľné a zistiteľné nálezy pri vyšetreniach v podstate nejakého trvalého alebo pretrvávajúceho poškodenia pľúc, či už viditeľného na zobrazovacích vyšetreniach alebo merateľného v zmysle straty, zníženia nejakého objemu pľúcnych kapacít. V týchto štyroch poličkách ABCD, potom pod nimi ešte my ako pľúciari máme Ečko ako extrapulmonálne, to znamená mimo pľúcne príznaky. Tie sú práve tie, ktoré my sami riešiť nedokážeme. Sú to príznaky vlastne z tých ostatných orgánových systémov a patria do kompetencie príslušných odborníkov. Neurológ, psychiater, kardiológ a tak ďalej. Najväčšie hrozby mimo poškodenia pľúc predstavujú práve komplikácie súvisiace s nadmernou tvorbou krvných zrazenín, s tvorbou trombov. Jednak v žilovom systéme, ktoré ohrozujú tým, že z tej žily, kde vznikli, vycestujú a vbehnú do pľúc. Táto situácia sa nazýva pľúcna embolizácia. A žiaľ, pacienti aj vo všetkých štádiách akutnosti covidu sú ňou ohrození. Aj akutnom, aj postakutnom, aj postcovidovom. To je stále aktuálne. Táto tvorba zrazenín v žilovom systéme teda môže viesť ku pľúcnej embolizácii. Tvorba zrazenín v tepnách, v tepnovom systéme vedie k príhodám srdcovo-cievnym, kulminujúcim až teda do infarktu srdca. A ak sa to udeje v cievach mozgových, tak aj k mozgovým porážkám. Čiže to sú také najzávažnejšie mimopľúcne prejavy. Ten postcovidový syndrom, alebo teda ak pacient je už tých viac ako 12 týždňov po prekonaní ochorenia, v prvom rade on je pre nás ambulantný pacient. To znamená, dochádza na pracovisko ambulantné, zvonku, z domu, nie je hospitalizovaný.
je vyšetrovaný a liečený alebo ďalej manažovaný v podstate ambulantne a takisto aj vyšetrenia, ktoré realizujeme, či už zobrazovacie, röntgen, prípadne ak je nutné aj CT vyšetrenie plúc a takisto funkčnú diagnostiku, spirometriu, to meranie plúcnych objemov a kapacít, takisto realizujeme v rámci toho ambulantného vyšetrenia a odoslanie ku špecialistom v prípade mimoplúcnych ťažkostí takisto je možné. A ďalším takým pilierom tej post-covidovej liečby je rehabilitácia. Rehabilitovať znamená v širšom slova zmysle ako keby znovu nadobudnúť stratenú schopnosť, v tomto prípade normálnej funkcie plúc. A tam práve už sú možnosti viaceré, nie len ambulantné, aj keď aj to sa dá, dochádzať na rehabilitačné procedúry rozpísané a naplánované dennodenne ambulantne za každým z domu, každý deň, ak je to únosné a možné pre niekoho, ak má v dosahu, povedzme, to centrum, kam dochádza. Alebo práve tu je priestor s výhodou v podstate absolvovať rehabilitačný program respiračnej fyzioterapie ústavnou formou. To znamená, že nie je nutné to dochádzanie. Pacient sa celú dĺžku programu nachádza v zariadení. Ideálne z pravidla ide o zariadenia sanatórneho typu. A počas toho pobytu obvykle v trvaní 21 dní vlastne má sústredené, nakoncentrované tie procedúry, ktorým predchádza vstupné vyšetrenie a takisto pri odchode vlastne kontrolné výstupné vyšetrenie, ktoré by malo zdokumentovať istý návrat niektorých schopností alebo zlepšenie niektorých nálezov. U väčšiny pacientov napriek tomu, že ten nepriaznivý alebo pesimistický údaj je to, že to trvá dlhšie, než by sme čakali, alebo než sme zvyknutí po iných akutných výrozách bežných, ktoré tu už máme dávno, tak pri tomto covide je to zotavovanie dlhšie, ale u väčšiny očakávame zlepšenie. U väčšiny. Či tomu naozaj tak bude, v podstate to sme ešte len teraz svedkami toho. Ešte keďže taký väčší nárast tej druhej vlny začal koncom septembra, tak tie plus 3 mesiace, tých 12 týždňov, to v podstate začalo až po novom roku. Čiže táto post-covid téma je vlastne témou až tohto roka a ako budú vyzerať pacienti pol roka alebo rok po prekonaní covidu, takých ešte ani nemáme v podstate. Nespomenuli sme snáď ešte takú skupinu pacientov, u ktorých to postihnutie plúc bolo najzávažnejšie, a to tak závažné, že ostali odkázaní dlhodobo na kyslík, na zdroj kyslíka. Čiže aj takíto pacienti samozrejme nám prežili a prežívajú a aj takíto pacienti profitujú z istej prispôsobenej liečebnej rehabilitácie, prispôsobenej ich stavu. Ale teda máme žiaľ skupinu pacientov, ktorých nebolo možné prepustiť z nemocnice bez toho, aby nemali predpísaný na domov zdroj kyslíka. Čiže táto skupina ľudí bohužiaľ v podstate bola týmto ochorením až invalidizovaná, odkázaná na ten zdroj kyslíka. Jeho používanie, jeho inhalácia je nutná približne 2/3 dňa, väčšinu dňa, 16 až 18 hodín denne byť pri ňom, pri tom zdroji kyslíka. Sú tam nejaké hygienické pauzy na osobnú hygienu, na jedlo, ale po väčšinu dňa je ten človek vlastne odkázaný na kyslík. Takže bohužiaľ z tých, čo prežili covid, niektorí dopadli aj takto zle. My sme v podstate tradične tie zdroje kyslíka na domov predpisovali ľuďom s chronickými plúcnymi chorobami v poslednom štádiu. Čo však pri covide vidíme, bohužiaľ, že skončili takto aj ľudia, ktorí pred covidom žiadnu plúcnu chorobu nemali. Čiže celé toto zhoršenie stavu im zavinilo iba covid, iba jeho prekonanie. Ochorenie COVID-19 má rôzne formy alebo rôznu závažnosť a tí najzávažnejší pacienti ochoreli na zápal pľúc, na covidový zápal pľúc. Mnohí z tých, ktorí mali to šťastie, že prekonali covid v domácej izolácii, mali vlastne len katar horných ciest dýchacích.
A tí, ktorí sú po zápale pľúc, tak v podstate tam COVID môže zanechať veľké škody, veľké poškodenie. Môže spustiť ten nepriaznivý organizujúci sa zápal ako nadmernú odpoveď tela na poškodenie, aj keď vírus už prítomný nie je. A posledná vec, tento organizujúci sa zápal môže prejsť do väzivovatenia, ľudovo povedané ako keby do tvorby jaziev. Náhrada funkčného tkaniva plúcneho väzivovou jazvou predstavuje v podstate trvalý úbytok funkcie. Tá časť už nebude fungovať tak, ako fungujú normálne pľúca. Takže práve tomuto je potrebné zabrániť a čo môže urobiť sám pacient je v podstate práve tá rehabilitácia, tá respiračná fyzioterapia. Je to nesmierne silný nástroj, celkom teda asi aj viac silnejší, než by sme si boli ochotní možno pripustiť na zabránenie toho nadmerného vzniku jaziev po pľúcach a výrazne pomáha farmakologickej liečbe, ak je napríklad nasadená liečba tými kortikosteroidmi. To v žiadnom prípade nie je zázračný všeliek a jeho fungovanie by malo byť alebo musí byť podporené aj tým, že ten dotyčný cvičí. Tá rehabilitácia, to cvičenie sa rozdeľuje zhruba do troch okruhov. Chorý by mal jednak robiť dýchacie cvičenia, naťahovať ten hrudník a tie pľúca, aby aj tie jazvy netuhli, ale boli naťahované. Druhý okruh rehabilitácie je vlastne silový tréning zosilnenia končatín, dolných končatín kvôli tomu, že to je náš nástroj chôdze a chôdza je najprirodzenejšia naša činnosť pohybová. A horné končatiny zase sú nepostradateľné v seba obslužných činnostiach, aby sa ten človek dokázal vlastne vrátiť do normálneho života a postarať sa o seba v zmysle bežnej osobnej hygieny, prípravy a konzumácie jedla, tekutín a tak ďalej. Čiže posilniť aj tie končatiny, horné, dolné. A tretí, posledný okruh, ten prichádza ako nakoniec, je navrátenie alebo postupné zvyšovanie aerobnej kapacity. To znamená ako keby aerobný tréning. Keď majú aerobný tréning športovci, tak vlastne podávajú výkony typu beh, plávanie, bicyklovanie. Samozrejme, veľmi limitovaný pacient možno hneď od začiatku takéto výkony nemôže podávať, niektorí vôbec. Ale opäť sa vraciam k tomu, najprirodzenejšou aktivitou tela je chôdza. Čiže tú aerobnú kapacitu si postupne navyšujeme a zlepšujeme prechádzkami. Vždycky sa snažíme si trochu pridať. Dnes zájsť viac ako včera. Keď pomalšie, tak pomalšie nevadí, ale vlastne postupne potroške pridávať tej aerobnej kapacity. Chôdza typu Nordic Walking sa napríklad odporúča, že aj s tými paličkami zapojiť vlastne aj ten pletenec hornej končatiny. Takže k všetkým liekom a liečebným postupom, kto toto pridá, tak tá nádej na zlepšenie je veľká. Ahojte, pripravovala som si pre vás moje obľúbené knižky a môžeme začať. Prvá moja obľúbená knižka sa volá Cukrová vata a je od obľúbenej spisovateľky Jacqueline Wilsonovej a je to o dievčati menom Floss, ktorej rodina ide do Austrálie na výlet, ale ona tam nechce ísť, pretože jej hrozne chýba otec. Tak ona s tým otcom ostane, ale príde taký finančný problém a Floss musí ísť do Austrálie, ale nakoniec jej otec povolí a zase ostane doma. Nakoniec sa jej otec v Luna Parku zoznámi s jednou ženou a s tou ostane aj s Floss v Maringotke, až kým neprídu z Austrálie jej rodičia a Floss akože vypomáha v zábavnom parku, lebo robí jej to dobre a zbavuje sa pri tom smutku. Druhá moja
obľúbená knižka je takisto od Jacqueline Wilsonovej. Je, sa volá Darebačky a je to o dievčati menom Mandy, ktorej sa kamarátky posmievajú v škole, pretože podľa jej kamarátok je Mandy veľmi detinská a niekedy má pocit, že je adoptovaná, pretože si myslí, že vôbec nepatrí k svojim rodičom. Nakoniec však stretne podľa jej rodičov problémové dievča Táňu a s tou sa začne slavnostne kamarátiť. Po však jednej udalosti, čo sa stane v obchode, všetci začnú na Táňu hovoriť, že ona ten obchod spolu s Mandy vykradla a na nešťastie Táňa musí odísť do detského domova, pretože ona nemá rodičov a býva len v pestúnskej rodine. Mandy je preto veľmi smutná a s rodičmi je ešte veľmi pohádaná. Nakoniec však od Táni dostane list a Mandy je ako upokojená, že Táni sa nič nestalo. Druhá moja knižka je Poletím aj bez krídel a je takisto o Jacqueline Wilsonovej a je to o dievčati menom Katie, ktorá má veľmi rada dobrodružstva, ale na nešťastie jej zomrela mama a Katie je troška smutná, ale nakoniec, keď jej otec si nájde novú priateľku, troška je to pozdvihne náladu a začne sa správať ako každé iné dievča. Katie však je problém, lebo je strašne vysoká a preto sa jej aj trocha kamarátky posmievajú. Ale má jednu dobrú, ktorá sa volá Sissy a spolu sú ako veľmi dobré kamarátky. Na nešťastie sa však Katie stane jedna vec, že je na hojdačke takej lanovej a spadne zo stromu a ochrnie. Stále je nahnevaná, stále iba plače a nikoho nechce vidieť ani svoju najlepšiu kamarátku. Nakoniec však spozná jednu ženu, ktorá je takisto na vozíku a s ňou sa začne rozprávať a všetko jej tá žena o tom vozíku povie a že čo ako chodí a nakoniec si Katie začína zvykať. V popise knižky je, že Katie sa počase naučí chodiť a potom už sa vráti všetko do normálu. A poslednú knižku, tá je asi už viac známa, sa nazýva Denník Anny Frankovej a je to podľa skutočnej udalosti v druhej svetovej vojne. A Anna je bežné dievča a žije ako všetky, len v tých časoch bol problém, že bola židovka. A keď sa začne druhá svetová vojna, Anna sa musí ukryť do práce jej otca aj s celou jej rodinou a tam žijú asi také 3-4 roky. A koniec denníka je ten, že Annu nájde a jej rodinu nájde zelená polícia, ktorú v tých časoch nazývali Gestapo. A má smutný koniec, pretože ich pošlú do koncentračného tábora v Nemecku a Anna dostane, ako jej sestra Margot, dostanú tyfus. A skončilo to zle, pretože Anna neprežije, ale jej otec ako jediný zo všetkých prežil a jej denník vydal ako úspešnú knihu. Na záver by som chcela povedať, že pre tých, ktorí toto video pozerajú, veľmi odporúčam čítanie kníh a ak máte radi také dobrodružné, také dobrodružné a podľa skutočných udalostí, tak odporúčam Denník Anny Frankovej a Poletím aj bez krídel. Hotovo. Nálunk az olvasás szeretete családi hagyomány, ezt szó szerint értem, mert én kiskoromtól abban nőttem fel, hogy mindenki olvasott körülöttem. Mai napig az édesanyám meg a testvérem fanatikus könyvrajongók, és elvonási tünetei vannak, hogyha nincs könyve. Anyumnál mindig van, a testvéremnél, ha nincs, akkor újraolvassa sok-sok könyvét. Gondolkodtam így az előzetesben, hogy mit is szeretek, és rájöttem, hogy az életrajzi regényeket, a krimiket és a fantasztikus könyveket. És azt hiszem, hogy az abszolút kedvencem az Átoksori kísértetek, a Vasalbertől, az nagyon megragad bennem. A tartalmakat sokszor elfelejtem, írókat is, viszont az élmény, az olvasás élménye marad meg, és ez a Vasalbert könyv, ez nagyon erősen él bennem.
az maradt meg bennem, hogy valami, ami az elmúlás fölötti szomorúság érzete. Hogy végülis ez egy, azt hiszem, hogy szomorú könyv, komolynak is mondhatnám, és nagyon-nagyon mélyen megérintett, mert nekem az öregek is, a nagyszüleim nagyon fontosak, nagyon szorosan kötődök az idősekhez, mert nagyon sok nagyszülőm volt, és már nagyon fontos nekem. És ebben a könyvben ugyanaz az érzés kapott el, mint amikor az öregek eltűnnek a világból, meghalnak természetesen, és hogy valami nagyon fontos, nagyon értékes veszik el. És ebben a könyvben szintén azt éreztem, hogy valami egy működő világrend, a második világháború körül játszódik, a borzalmaival együtt, és az előtte levő működő világrend, hogy felborul, és a dicső kommunizmus eljövetele, hogy hogyan borítja össze ezt a működő világrendet, ami szerintem nagyon jó volt. Biztos idealisztikusan festette le az író, de én a saját nagyszüleim elbeszéléseiből is így tudom. Úgyhogy ez. A második könyv, hát nagyon, nagyon sokat gondolkodtam. Ez egy olyan klasszikus, amit szintén minden olvasni szerető ember ismer szerintem, a Dallos Sándortól a Munkácsi Mihály életrajzi könyve, ez a Napszerelmes és az Aranyecset. Ezt szintén valószínűleg mind a kettőt olvastam, és tudom, hogy ez emlékként úgy maradt meg bennem, hogy gyönyörű, szép könyv. Hogy ilyen csodálatos nyelvezete volt, hogy irodalmilag, ez ilyen léleksimogató élmény maradt meg bennem, és tudom, hogy úgy kezdődött, hogy már is magába szippantott, és onnantól nem tudtam letenni, és tulajdonképpen ez a titka, én a gyerekeknek is mindig ezt mondom, hogy akit egyszer beszippant bármilyen könyv, ha megtalálsz egy olyan könyvet, ami ezt az élményt adja, hogy magába szippant, és nem tud szabadulni, és csak ott járnak a gondolataid, akkor onnantól kezdve nem hiszem, hogy azt tudod mondani, hogy nem szeretsz olvasni, vagy nem szereted a könyveket. Vannak igényesebbek, vagy válogatósabbak, nem tudom, hogy fejezzem ki, akinek nem mindegy, mit olvas. Én sem mondom, hogy mindegy, mit olvasok, de én azért azt hiszem, hogy mindenevő vagyok, és tulajdonképpen, ha megfog, akkor én bármit elolvasok, és az élmény az mindig ugyanaz. Csodaszép. Az a második, és a harmadik pedig azt egy ilyen modernet választottam, a Dan Browntól az Eredet című könyvet, amelyről a napokban olvastam egy nagyon rossz kritikát, és meglepett, mert számomra ez is az utóbbi idők egy ilyen meghatározó könyv élménye volt, és ott is a gondolat maga, ahova kifutott a könyvnek a gondolata, engem azt kapott meg. A kritikus szerint nem volt jó könyv, és én tudom, hogy bennem egy ilyen heuréka élmény volt attól, amit a szerző kihozott a könyvből, az evolúciós elméletnek végül is egy érdekes megvilágítása, és tudom, hogy nekem nagyon-nagyon tetszett ez is. Mindenkiben él egy kép a vidéki élet szépségeiről, mintha itt az idő lassabban telne, mint a városban. A Debrőd határában lévő Gergely család bárányfarmján azonban zajlik az élet. A bő egy hektáros legelőkkel körülvett területen több mint 5 éve folyik a gazdálkodás. Úgy döntöttünk, hogy a földeket használni kezdjük, de eltelt nagyjából 3 év, mire megtaláltuk azt a számunkra megfelelő ágazatot, ahol úgy érezzük, hogy van lehetőség fejlődni is, és olyan környezetben élünk, ahova az az ágazat való. Ez az állattenyésztés, konkrétan a juhtenyésztés. 2018-ban egy 15 bárányt vettem, egy évig azokkal ott tanultam be, majd következő éven már egy 43 darabos nyájat sikerült vásárolnom. Ezután minden éven igyekeztem a kis baranykákat, a gyerkéket megtartani. Így jelenleg a jelenlegi állomány 108 anya, és további barányokat fogok tartani. Most éppen a báránynevelésnél tartunk. Ősszel a kosok elvégezték a dolgukat, utána a bárányok februárban, nagyjából márciusban megszülettek, és ott tartunk, hogy egészségesen felneveljük őket húsvétre, majd húsvét után igyekezzünk jó áron továbbadni őket. Úgy, ahogy régen is csináltak, nem csak a húsukkal,
ugyanúgy a tejet is szeretnénk felhasználni, nyúlsájtot. Nagyon úgy érezzük, múlt éven kipróbáltuk, van rá igény, nincs gond azt értékesíteni. És egyetlen gond talán a gyapjú, amit régen jó áron tudtak értékesíteni a gazdák, manapság ennek nincs ára. Az oka, hogy külföldről rengeteg gyúgyapjú kerül be az országba, Európába, főleg Ausztráliából és Új-Zélandról, jobb minőségben, olcsóbban, ezért a mi áruink egyelőre nem keresettek. Olyan helyen gazdálkodunk, ahol ennek van hagyománya, azonban az utóbbi években eltűnt itt a juhtartás a mi falunkból is és a környékről is. Északabbra persze még megvannak azok a juhnyájak, de ott is fogyóban. Azt gondoltam, hogy egyszerűbb lesz beletanulni az egészbe, de a tapasztalat kellett mindig ehhez. Vannak nagyon hálás vagyok segítőknek, idősebbeknek, tapasztaltabb juhászoknak, akikhez fordulhatok, mindig szívesen segítenek. Végül úgy is az van, hogy a saját tapasztalatomon keresztül tanulom meg a tudnivalókat. Főleg a helybéliek keresik fel előszeretettel a természet lágyölén található kis gazdálkodást. A nosztalgia főleg az, ami miatt az emberek szívesen eljönnek és vásárolnak. Viszik a báránykákat a kertjükbe. Ezen az éven sikerült ezt a területet itt bekeríteni, egy épületet ide felépíteni. Van már víz is, áramunk is, úgyhogy azt hiszem, hogy komfortosan tudjuk itt az állatokat ellátni. Bár egyesek szerint akár kezdő állattartók is elbánnak a juhok körüli teendőkkel, mint minden más haszonállattartása, a juhtartás is nehézségekkel és veszteségekkel járhat. Mindenképpen oltani kell, legalább egyszer, de inkább kétszer. Amikor bejönnek a legelőről, késő ősszel, tél elején, majd ilyenkor is, amikor elindulnak a legelőre. A nyáj egészséges, jó kondícióban van, akkor kisebb is a veszteség. De persze mindig előfordulnak olyan esetek, hogy a bárány nem életre valóan születik, vagy egyszerűen halva születik, és akkor nem tudjuk felnevelni. Tudok itt farkasokról a környéken, de még szerencsére elkerült minket ez a víz. Hát a bárány, amikor megszületik, az első éven nekünk, az állatoknak még hasznunk nincs belőle. Következő éven már vemhes lehet, két éves korára megszületettek az első bárányok, majd egy olyan 5-6 évig ő hasznos része lehet itt a gazdaságnak. Azután jön az az idő, amikor már sajnos meg kell tőle válnunk. Legalább egyszer egy éven meg kell nyírni őket, hogy nekik is olyan életjük legyen, amit élvezni tudnak. Ha nagyon nagy a gyapjújuk, akkor egyszerűen melegük van, a tejet se úgy adják, szenvednek is nyáron, amikor éppen 40 fok van, akkor meg tudnak szenvedni. Kétszer is jó megnyírni őket. Ez attól függ, hogy éppen június környékén mennyire van időnk, és az anyagért mennyire engedik talán, hogy még egyszer elhívjuk a nyírót és megnyírja őket. Az a gond, hogyha ők nedvességben állnak, és nincs szára szálma alattuk, vagy alom, akkor a lábaik fajnak jobban, és akkor szenvednek. Suffolk fajta van itt, azzal kezdtem, az ilyen húsfajta. A nagyobbik nyájat azok cigályák voltak. Hát nekem az a fajta hozzám a legközelebb. Úgy érzem, hogy nagyon értelmes is. Még az előző állomány volt azokkal megszenvedtünk, de ezek eljöttek és annyira nyugodt természetűek, úgyhogy ezekkel van nincs gond. Ezek a húsosabb fajták, ezek a szafolkok, ezeknek szebbek, persze a bárányék szépek. Kicsit nehezebben lehetett őket betörni, mert fiatalon ide kerültek és nehezebb esetek, mind a kedvenceim a cigályak. Például ez itt szembe is egy cigály, ez a barna fejű. Ezek az a baj, hogy mind bedugja most a fejét a szénába. Ezek már megint ilyen lakonfajták, ilyen fehér fejűek, lakonok. Akkor persze vannak már ezek a kevertek, akiben van már ez is, az is. De azt mondják, hogy a kevert a legjobb. De általában a cigálya is
és innannal is maradok, a koseim is ezután cigaljakosok lesznek. A Junyáj elengedhetetlen kelléke egy jó pásztorkutya, aki őrzi és tereli a jószágokat. Nagyon fontos egy jó kis jó pásztorkutya, ami eddig nem volt. Ez olyan, hogy egyedül elvégzi a dolgát, úgyhogy ő látja, hogy mikor van gond, mikor mennek rossz irányba az állatok, és akkor ő megoldja. Addig szenvedtünk, mikor lett egy tényleg egy jó kutyánk, akkor azóta már könnyű a dolgunk. Többet vagyunk velük, akkor mindegyiknek van egy, nem mindegyiknek, de nagyon soknak van egy egyénisége. Tehát van olyan, például ránézek arra az egyikre, egy fiatalra, az nincs az a magasság, amit ugorna, hogyha neki éppen ott a másik oldalon enni van. Simán átugorja azt az egy métert. Vannak olyanok, akik egyfolytában, van egy, aki egyfolytában a juhász követi. Az mindig ő irányítja a nyájat is, mert arra megy a nyáj is, ahova ő, és ő követi a juhászt. És nálunk szerintem eléggé furcsa, hogy nem a juhász terüli a nyájat, hanem a juhászt követi a nyáj. Egy kicsit érdekes, mert olyan az egy jó, és mi követi őt 3-4, ami után a többi is megy. Gergely László, az állatok gazdája, elárulta nekünk, milyen tervei és céljai vannak a közeljövőben. Úgy gondolom, hogy most már van egy stabil nyáj, ezt egy kicsit még bővíteni, erősíteni, mindig újakkal kipótolni, az idősebbeket felváltani fiatalabbakra, a minőséget fejleszteni. Tehát amit már megtermelünk, azt minél inkább minél magasabb szinten előállítani. Azt gondolom, hogy egy 150 darabos felnőtt állománynál már úgy lelassítanék, esetleg 200-ig felmenni, de ahhoz megfelelő legelő is kell, megfelelő takarmányt be kell biztosítanom, szénát, abrakot, úgyhogy ezekre fel kell készülni. Nem mondom, hogy lehetetlen, de akkor megint a fejlődés, vagy a fejlesztést igen nehéz ezt megállítani. Ez akkor ez az ól kicsi lesz, nagyobb ól kell lesz. De azt mondom, hogy az alap itt van, úgyhogy nem lenne gond tovább bővíteni. De inkább az a nehezebb része, hogy megfelelő embert találni az állatokhoz. Szerencsére van most egy olyan, akivel megbízok, de ha nagyobb lenne a nyáj, akkor már kettő kellene is, és akkor az már egy felelősség, hogy egy olyan embert szerezni, aki megbízható, érti is a dolgát. De mi is az állattartás legszebb része? Miért éri meg ezzel a 21. században foglalkozni? Hát azt gondolom, hogy én azért kezdtem ezt el, mert nekem gyerekkorom túl az egy nagyon szép látvány volt, és amikor egy ilyen dombról jön lefelé délután a nyáj, kolompal a nyakukba, úgyhogy ez a nosztalgia benne is bennem volt, még ha nem is volt sose eddig juhaink nem tartottuk. Én is Szepsőből származom, úgyhogy ott nem tartottunk. Számomra, mivel nekem nincs időm sokat lenni itt, kint tartózkodni a bárányok között, de azt látom, hogy milyen fontos ez a gyerekeknek, és mennyire szeretnek ide jönni, és mikor elkezdtek születni a kis bárányok, akkor szinte egyfolytában itt tartózkodtak, lehetett bármilyen hideg, és nagyon örülök annak, hogy a többi gyerek is a környékről szívesen eljön ide megnézni, mert így fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy valójában vidéken a gazdálkodás hogy folyt régen, és örülünk, hogy ezt át is tudjuk nekik adni, hogy megtanulják, hogy hogyan kell állatot nevelni, és esetleg sajtot készíteni, mert hogyha nem motiváljuk a fiatalokat ebbe az irányba, akkor a vidék is ki fog halni előbb-utóbb, mert nem lesz értelme, hogy itt éljenek az emberek. Mindezen keresztül fel tudjuk hívni még jobban a figyelmet a környezetvédelemre is, mert most már látják, hogy a bárányok itt esznek, itt legelnek, aztán tejet adnak, és akkor ebbe így tudatosul a gyerekben az, hogy nem mindegy, hogy mit esznek, hol esznek, tehát felfogják azt, hogy nem szabad szennyezni a környezetet, mert az nagyon könnyen visszakerülhet az asztalunkra, akár ivóvízben, akár ételben, és a gyerekek pedig most már ezt látják kicsikoruk óta, hogy vigyázni kell a természetre, és óvni kell nem csak a növényeket, de az állatokat is, és ezzel saját magunkat is.
Tisztelt szülők, kedves diákok, érdeklődők! Iskolaközpontunk épületének kivitelezése befejező fázisához érkezett. Az álom lassan valóra válik. Nézzük meg közösen az épületet. A központi része az aula, a csarnok, ahol közösségi alkalmainkat, ünnepségeinket, báljainkat, sőt, még szentmisét is tudunk majd tartani. Olyan, mint egy nagy templom. Óvodán külön épületrészben helyezkedik majd el, és egyelőre két csoport befogadására lesz alkalmas. Az osztálytermek és a szaktantermek az első, illetve a második emeleten helyezkednek majd el. Magyarország kormányának jóvoltából egy teljesen felszerelt, 21. századi igényeket kielégítő épületkomplexum áll majd rendelkezésünkre. A tornacsarnok is egyedülálló a maga nemében, hiszen hatalmas méretei révén bármilyen csapatsport űzésére alkalmas lesz. Itt lesz iskolánk kápolnája, melynek színes üvegablakára egy gyűjtés keretében sikerült anyagi fedezetet biztosítani. Az épületkomplexum természetesen saját konyhával rendelkezik majd, tehát gyermekeink étkeztetését helyben oldjuk meg. Keresztény gyökereink, magyar kultúránk őrzése és ápolása közös felelősségünk. Írjunk együtt történelmet. Tartozz te is közénk!